A nyúl, mint az ókori idők termékenységi szimbóluma, húsvéti jelképként Nyugat-Európában vált hagyományjá, hazánkban a 19. század óta ismerjük. Napjainkban már kabala ünnepeinken, az elmúlt esztendőkben szokássá vált a fiatal félénk nyuszik ajándékozása. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy azok, akik ide kijönnek, ők is így gondolják. Tehát felmérik azt, hogy nem tudnak otthon nyuszit tartani, nem tudnak megfelelő körülményeket biztosítani nekik, viszont ezen a délutánon akkor tényleg el tudnak egy időt tölteni velük, és egy kicsit jobban meg is ismerik őket. A Heros Állatotthon munkatársai, tekintve, hogy az ünnepek után termékenységvarázsló házi kedvenceik többnyire feleslegessé váltak, nyuszi simogató hagyományt teremtettek. Mi azért jöttünk ide, mert én szeretem az állatokat, és van otthon nyuszim is, és meg szerettem volna nézni őket. Az érintés, a közelség kedvessége, a találkozás a valódi nyuszival, a félénk remegő tapsifülesek simogatása talán világossá teszi a felnőttek számára is, bármilyen kedves is, semmiképpen sem a lakásokban van a helye, húsvétkor sem.